Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet Csepény község önkormányzatának rendes testületülésén. Megállapítom, hogy a testület határozatképes, és valamennyi képviselő testületi tagjában van. A napirendi pontok a következőek lennének a mai napon. Az első napirendi pont, hogy a kötelező elem választást követően az alapülésen, vagy az azt követő ülésen az SMS felvizsgálata. Így az első napirendi pont az önkormányzat szerződési működési szabályzatról szóló rendelet elfogadása, a második napirendi pont a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 10/2022. 7.13. önkormányzati rendelet módosításnak elfogadása, a harmadik napirendi pont a település rendezési eszközök részleges módosításának záróvéleményezésre való megküldése, a negyedik napirendi pont a Viszmajor pályázat benyújtása, ötödik napirendi pont a szépkurvok támogatásáról szóló döntés, hatodik napirendi pont a gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló döntés, hetedik napirendi pont az Írc járás önkormányzati társulási tanácsának tag delegálása, és nyolcadik napirendi pont a képviselőtestület 2024 évi munkatervének elfogadása, majd ezt követően zárt ülést rendelünk el, és a szociális tűzifa támogatásokkal kapcsolatban fogunk határozatot hozni. Még annyi megjegyzésem lenne, hogy a szociális tűzifa határozatok meghozatalát követően jövő héten pénteken már megtörténnek a kiszállítások is, ezt a Vergának a munkatársával egyeztettem ma. Szeretném kérdezni a tisztelt képviselőtesti tagokat, hogy esetleg egyéb napirendi pontjavaslatuk van-e? Igen? Amire? Nekem napirendi pont cserére lenne javaslatom. A kettes pontot hoznám előre az egyes helyet, hiszen az SMS-ben már benne van a képviselőmódosított rendelet elfogadásban a képviselő tiszteletdíjáról szóló rész. Tehát akkor aztán először megszavazunk. Nem gondolod, nem tudom, miért hozzá. Bármi van, hát. Ha a második napirendi pont a módosítást nem fogadná el a testület, akkor is van képviselői tiszteleti, mert marad a mostani rendelet. De itt egyértelműen le van a az igazolási okok benne van. Az is benne van, illetve itt van, tehát a képviselő. Van ezt itt a módosuló élemény, és akkor azért. Most akkor tudjuk, hogy mit szavazunk meg. Tehát itt van 18-as pont, illetve hát tudom belőle, tehát logikátlan szerintem, hogyha arról az tartalmazza az SMS, akkor előtt hozzunk be. Külön rendben szabályozom a képsőtést tízszerűen, de hogyha az szükséges, mi a módosítva, hogy a napi rendi most ha ez nem kerül, nem jövök, akkor módosítva. Várj, csak megvan az időt. Akkor a kiegyetlít azzal, hogy a kettes és az egyes cserék fel, és ez ugyan szabályosodok, akkor cseréljük fel. Jó, így. Köszönöm szépen. Hét igen. Köszönjük az észrevételt. Mivel a napirendi pontok előtt röviden szeretnék néhány dolgot tájékoztatni a tisztelt képviselőtestületet. Ugye a munka az folyik, illetve most megfogadjuk mindent. Akkor a Viszmajor pályázattal kapcsolatban már sikerült most odaadni önöknek egy szakértői véleményt, illetve egy árajánlatot, ugye ezzel kapcsolatban majd döntést fogunk hozni a kastélytető szerkezetének az eredeti állapotra történő helyreállítására kívánunk majd beadni. Lesz még pályázatunk, a ma volt egyeztetés a Bakonyért Egyesülettel, ami a LEADER pályázatokat kezeli, ez az IRCI központtal működik, három fő munkacsoportot ad, és még régen több milliárd forint összeget osztottak el a LEADER egyesületek, addig most 64 tagra mindösszesen 60 millió forintnyi támogatás jut, így azért most szeretnénk itt is természetesen pályázni, mind eszközbeszerzésre, mind rendezvényekre lehet pályázni, én remélem, hogy a október-novemberben megnyílnak ezek a felületek, és akkor már akkor be fogunk tudni adni erre vonatkozóan ezt a pályázatot, melynek a döntése 2025 májusra fog tolódni. Ezen kívül mai nap meghívásnak tettünk eleget, a rendőrségen volt egy elismerés átadó, amit mind az országos rendőrfőkapitány úr, mind
a megyei rendőrfőkapitány, illetve a veszprémi rendőrfőkapitány asszony meghívásnak kerekedtével a mi körzeti megbízottunkat, Lanciger Pétert is díjazták munkájáért, ami egy anyagi elismerésben részesült. Az azt tette lehetővé, hogy a Csetén Községi Önkormányzat a 2024-ben döntött arról, hogy pénzbeni támogatást biztosít a rendőrség számára, amit ugye azzal a céllal használhat fel, ami a település közbiztonságának a javítása, illetve tovább fokozása. Ezért kaptunk mi is meghívást, és nagyon köszönték ezt a támogatást. Nem sok önkormányzat biztosít egyéb támogatást a rendőrség számára, pedig ők is azért értünk dolgoznak. Egyéb esemény ezekben a napokban most talán még annyi történt, hogy tegnap reggel, tehát október 23-án reggel volt egy tájékoztatás a Kolicser látogatóközpontban a térségi polgármesterek közül. Öten jelen voltak, de mind a három közös hivatal gesztor önkormányzata jelen volt, tehát Szent Király és Ludar is, ahol beszélgettünk az előttünk álló területfejlesztési alap működésének várható hatásra a helyi önkormányzatokra, illetve hogy esetleg milyen módszer mellett lehetne ezeket a forrásokat, amelyek majd az új területfejlesztési törvény során megjelennek. Ugye mindenki hallhatott róla, hogy az iparizési adó valójában befogyasztásra kerül a 2024-es szintre, és 2025-től ezt tekintjük a bázisnak, ami 24-ben befolyt, majd az ez felett lévő értékek, azokat az állam egy központi területfejlesztési alapba helyezi, amire vissza lehet pályázni. Járásonként 250 millió forintra egészítik ki, illetve megyeszékhelyek esetében 500 millió forintra. Ez azt jelenti, hogy a mi térségünkben az Írci járására 250 millió forintra lehet pályázni, ami 21 ezer fő lakosságot figyelembe véve 13 ezer per fő. Ugye Csetényben durván vagyunk 1800-1900-an, tehát évente egy 20 millió forintos pályázati keretre tudunk majd kérelmeket benyújtani, és egy úgynevezett területfejlesztési fórumon fognak erről döntést meghozni. Itt nagyon fontos, hogy maga a területfejlesztési alap és az új területfejlesztési politikának egyértelmű célja az, hogy a környező települések együtt működjenek, és ne széthúzzanak. Tehát ezáltal minél nagyobb fokú, minél nagyobb számú közösségekbe szerveződjenek. Én a tegnapi nap alapján bizakodó vagyok a közösségi települések hozzáállással kapcsolatban, hiszen mindannyian felismertük és elfogadjuk azt, hogy a demográfiai helyzet, ami a kis településeket utoléri évről évre, az sajnos továbbra sem javul. Így ahhoz, hogy a szolgáltásokat fent tudjuk tartani, szükséges a térségi települések együttműködése, összefogása. Lesz ennek a találkozónak egy újabb köre, a terv szerint november 15-én, majd hogyha az is a jelenlévők együttes akaratával zárul, akkor november 23-án, szombaton reggel 9-kor lesz egy olyan találkozó, ahol valamennyi önkormányzat képviselője és alpolgármestere megjelenik, hiszen decemberig kell eldönteni a jövőbeni működését a településeknek, hogy kivel, milyen módon kíván együttműködni. Ezt fontosnak tartottam elmondani. Akkor rá is fordulnánk a... Bocsánat. Igen. Én is ezt napokon hazzáállítottam szólt, hogy nem tudom pontosan, hogy leszem ez, mert fel van-e írva ez a meghívásos vazó, ugye a képviselőtestület ülése. Igen. Hogy nekem csak annyi lenne itt a megjegyzésem, hogy kivegyük egy kis puszmunkát, jegyző aztán kezelj alól, hogy ezt nem lehetne digitális formában megkapni? Tehát e-mail formájában esetleg? Mindent lehet, csak ugyanúgy a testület anyagát is ki tudjuk küldeni elektronikusan, és akkor nem kell kinyomtatni, mert ezzel még zöldebbek ki is válunk. Csak az eddigi kérdések mindig az voltak, hogy szeretik a tisztelt képviselőt. Úgy itt kell, hogy lehet annak, hogy az, hogy lesz mondani, hogy átnéztől. Hát igazából, ugye szerintem azért minden házlottában azért
számítógépet. Hogy itt? Itt, hogyha nézed, ha hozzá akarsz szólni, átnézed. Hát azért... Jó, ennyiből jól van, igen. Csak azért, hogy jelzünk, hogy... Jó, valamilyen szinten... Lehet, nem, csak papírra még kicsit. Hát csak egy lehetőségként hoztam fel, hogy... Hát az elmetek benne van, hogy papíralapon vagy elektronikus úton jutatja el, tehát nem kötelező a papíralapú. Azt most nem látom reálisnak, hogy alapvetően fogjuk és vásároljunk magunknak notebookokat. Bár tudom, nem ez volt a kérdés mögött, de szerintem, hogyha elektronikusan történik a kommunikáció, akkor az jobban elvárható a tagok részéről, hogy ahhoz a szükséges eszközt is megkapják, amin ezeket a dokumentumokat meg tudják tekinteni. A jelenlegi SMS-ben megvan a lehetőség az elektronikus meghívó kiküldésére. Ezt a testet, hogyha neki megfelel az, hogy e-mailben küldjük, akkor jó. A munkaterv az alapvetően ugye ma elfogadása, például a 2024-es, majd decemberben elfogadjuk a 2025-ös munkatervet, ahol én továbbra is azt a gyakorlatot szeretném követni, hogy minden hónap első szerdája, vagy hogyha nagyon, ha esélye másodikára esik a szerda, akkor a következő szerdáján legyen a testrepülés, és ebben a késő délutáni órában. A lehetőség most is megvan valójában. Jó. Jó? Okay. De köszönjük a részét. Jó, akkor az első napi rendi pont az a helyi önkormányzatok képviselő biztosítójáról szóló 10/22-es önkormányzati rendelet módosítása. Ugye az elmúlt években 2019 és 2024 között a képviselő tiszteleti díjról úgy határozott az akkori képviselő testület, hogy 50 ezer forint havi tiszteleti díj illeti meg a képviselőket. A képviselők attól függetlenül, hogy jelen vannak-e a képviselő testület ülésen, vagy jelen a képviselő testület ülésen. Ugye amikor múlt héten itt erről beszélgettünk, ugye dolgoztuk ki az SMS-t, akkor ugye felvetődött már az is, hogy esetleg, hát nem büntetés sem, mert azért nem iskoláról van szó, de hogyha valaki nem jön, akkor azt valamilyen módon szankcionáljuk, de végül a kormányhivatallal is egyeztettünk, hogy a szankciókat így módon ők nem támogatják, ami belemondom teljesen jó, és ezért nem szankciókkal sújtanánk a tisztelt képviselő testület tagokat, hanem inkább motivációs tényezőt fogalmaztunk meg az új szabályozásban, ami azt jelenteni, hogy a tisztelt, igen, de így szabályos. Ami azt jelenteni, hogy 20 000 forint lenne a tiszteletdíj a tisztelt képviselő testületeknek, és a munkatervben meghirdetett testületi üléseken való részvétel, hogyha azon is ott vagyunk, akkor az további 40 000 forint a tényleg kibővítése. Így alapvetően egy havi bruttó 60 000 forintos tiszteletdíjat szeretnénk javasolni a tisztelt képviselő testületnek. Ami további kiegészítésekkel nem jár, hogyha rendkívül testületülés van, hiszen annak nem tudjuk gyakoriságát, számosságát, szóval rendkívül testületülés nevében is benne van, hogy rendkívüli. Azt akkor hívjuk össze, amikor valami halaszthatatlan olyan esemény van, ami a település hatékony működéséhez elengedhetetlen. Én örülnék annak, hogyha a havi egyel megúsznánk, de az eddigi gyakorlat nem ez, hiszen ebben a hónapban lesz legalább még kettő, de még a dátumokat nem tudjuk. A képviselői tiszteletdíjról természetesen, ha valaki nem tud eljönni, akkor távollét igazolására is van lehetőség, ami az SMS szerint kialakításra került. Itt főleg itt betegségre gondolunk, illetve külföldi kiküldetésre, nem is ilyen közeli hozzátartozó elvesztésére. Ezeket a gyakorlatokat a már más önkormányzatok is használják, és így nem most van, hogy ezt kellett eltalálni. Szeretném kérdezni a tisztelt képviselő testület tagokat, hogy a rendelet ezen pontjával kapcsolatban valamelyik bármilyen észrevétele, esetleg módosító javaslata van-e? Kérdésünk van, hogyha a munkahely időpont egyeztet, vagy összeütközés van, igen, akkor abban az esetben mi a... Az a helyzet, hogy a gyakorlat az az, hogy azért van munkaterv, hogy látszódjon, hogy esetleg van fel lehessen cserélni ezeket az időpontokat, főleg akkor, hogy a többi szokos munkaterről beszélünk.
A másik lehetőség az az, hogy az MBTV szerint az önkormányzat kikérheti, tehát mi megírjuk azt, hogy testvértülés van, és mert képviselőre el kell jönni, akkor a munkahely arra a napra munkabért nem ad, hanem azt az önkormányzat számfejti valójában a tisztelt képviselőnek. Én azért remélem, hogy azért igyekszünk olyan ellentételezést adni erre az elfoglaltságra, hogy mindenki képes lesz arra, hogy esetleg a munkahely elfoglaltságait felcserélje, a csúszót alkalmazza. Köszönöm. Még kérdés? Ezt én is szerettem volna, de hát nálam például ez nem működhet, mert hogyha egy olyan iskolai rendezvény van, akkor nyilván elsődleges, vagy ha a gyerekeim iskolai dolgát érinti, tehát szülő érdekezett lenni, akkor ugye ez már megint nem opció. Illetve nekem is ezek van, hogy kikértem volna a jegyzőszemvéleményét erről, mennyire törvényes ez így, említetted, hogy a kormányhivatal is ezt nem hagyta ilyen módon jóvá. Nekem az lenne, hát, hogy ez egy szankció, tehát egy büntetés hangú. Most már így, hogy megfogalmazott, hogy motiváció igazából ugyanaz. Azért nem értek vele egyet, mert eddig nem volt erre példa, és nekem az lenne a javaslatom, hogy akkor legyen egy elképes összeg, ha egyetértenek a képviselőtársak, legyen egy elképes összeg, és akkor ne legyen semmi szankció, motiváció. Hát most ez is, hogy ez az igazolás, tehát tényleg ilyen iskola szagú és óvis az egész, ki fogja elbírálni ezeket az igazolásokat, honnan tudod, hogy én tehát most nem tudtam elhalasztani, mert fontos dolgom volt, vagy nem, tehát bele lehet kötni. Én azt mondom, hogy legyen egy elképes összeg, és akkor az minden alkalommal jár. Nem alkalomként van, hiszen sokkal több alkalom van, viszont ha elképes összeget adunk, akkor volt tapasztalat arra vonatkozóan az elmúlt ciklusban, hogy volt olyan testületi képviselőtestület, akit nem láttunk. Igen, és mégis... És mégis kapta. Tehát ezzel a hozzáállással és ezzel a javaslattal ugyanezt visszük tovább, ezt a rozikort. Ezért... Ez a véleményem. Értem a vélemény, csak ugye azért volt a változás, mert hogy nem jól működött az, amikor állandó jelleggel tiszteletjé volt neked, az a független attól, hogy valaki részt vesz a testületi munkában, vagy nem vesz részt a testületi munkában. Az MBTV ugye még azt mondja ki, hogy 6 havonta egyszer kötelező megjelenni testületülésen, hogyha nem jön, akkor elméletek felfüggesztésre kerül, de szerintem még nem is visszahívásra, csak talán a szavazati jogtól van megfosztva. Tehát, hogy az sem megoldás. Ezért én azért tartom ezt jónak is, hogy ez egy elképes összeg, akkor 20 ezer forint is. Tehát nevezhetjük ezt egy elképes összegnek, ezt mindenkit megilleti, egy elképes összeg megvan. De ha valaki tényleg is részt vesz a képviselőtestre munkába és jön az ülésre, akkor azt pedig még ellentételezzük. Tehát szerintem ez nem megy ellen azzal kapcsolatban, amit javaslatként megfogalmazta. Ellen megy? Hát nem tudom, nekem ez nem szimpatikus így ilyen formában, tehát mert most mondom még egyszer, tehát ezek az igazolások is, tehát most ki fogja elbírálni? Te fogod elbírálni? De, vagy ezt a mágában nincs elbírálni, alapvetően tehát, szerintem ez nagyon egyszerű, tehát továbbra is, hogy ha valaki távol van, külföldi kiküldetésen van, a jövő, hogy ezt a munkahelyén, hát oda elküldi, ez beküldi elektronikusan, és előzetesen lehet szólni, hogy nem leszek. Ezért és ezért nem leszek. Senki nem akar két tanúval lévő igazolásokat bekérni erről. Szerintem felnőtt emberek vagyunk. Azért lettünk képviselők, hogy képviseljük a falut, úgy tudjuk képesen föl, hogy itt vagyunk testületülés. A jelképes díj az a 20 ezer forint, és tényleg jelképes díj valójában az egyéb elfoglalásokat, pedig azt, hogy sok időt is el kell ezért költeni, szerintem egy normális ellenszolgáltást, hogy adunk rá 1 ezer forint. Az érdekét a polgármester, mert ők majd leveszik a válladról a terhet, ők elvégzik az olyan ügyeket. Tehát nekünk képviselőszintén kevesebb. És ezt a felmaradó összeget, tehát az jelképesen mondjuk lenne 20 ezer forint, látjuk, hogy mindenhol lettek szankciók, szépkorúak támogatása, a gyermeket nevelő családok támogatása. Több helyen megemlített, ugye meg tudjuk, hogy 11 millióra büntették az önkormányzatot, tehát nyilván egy sok gazdasági probléma van. A költségvetésben is emódon, tehát lehetne átcsoportosítani ezt az összeget, ami egy 5-ös katos, vagy 5-ös katos. Problémák vannak, amikről én még nem tudom.
Hát ezt a korábbi testületüléseken elhangzott, és én onnan tudom. Költségvetési problémával? Nem a költségvetési, itt említed valamelyik pontnál, hogy megkeresem és felolvasom azt, tehát megkeresem. 4-es, 5-ös pontnál például. Egy rövid hozzászólásom lenne ehhez. Egyrészt a végvéleményem erről az, hogy ha elmegyünk egy ilyen képes történet fele, akkor a képviselők akarva akaratlanul a képviselőséget is jelképesnek gondolhatják, és nem is teszik, nem is ez a motiváció, hogy oda tegye magát 100%-ban valaki, és elhiszek az ingyen is klasszikus társadalmi hozzáállásban. Vannak olyan területek, amikor ezt megcsináljuk, de az, hogy ha nincs semmi alapja az egésznek, vagy következménye, akkor az ember nem is teszi annyira oda magát. Én ezt tapasztaltam azért több területén, most függetlenül ettől. Nem ez fogja szerintem a költségvetést megmondani. Másrészt meg szeretném fölni mindenkinek figyelmét a következő napirendre, ami az SMS. És az SMS-ben le van írva a hozzászólásoknak a mikéntje. Én szeretném, hogyha azt tartanám, eddig is le volt írva, meg ezután is bent van az SMS-ben. Tehát a véleményünket elmondhatjuk, nincs más alkalom. Igen, az SMS-ben le van írva, hogy ezt hányszor tehetjük meg, és no. És elmondom az én javaslatomat, és erre kértem a képviselőtársakat, mert nem, szerintem senki nem azért ül itt, hogy ezzel kiegészítse a keresetét. Tehát azért indultunk a képviselői választáson, mert a szállat szeretném támogatni. A támogatást megteheti más módon is, és különben volt ennek nagyon pozitív példája az elmúlt időszakban, hiszen amikor Varga és a Tondra polgármesterré vált, akkor az elődjéhez képest a teljes díjáról bemondott ki, és hogy ez biztos csak a civil szervezetek számára. Minden képviselő megteheti ezután is, hogyha kap valami tiszteletdíjat, ezt jelzi bent a jegyzőasszonynál talán, és utána a tiszteletdíját egy általán meghatározott civil szervezetnek majd felajánlja. Erről nem adhat. Én is támogattam, és sokan tett az után is fogok. Jó, ilyenek örülünk. Ezzel kapcsolatban akkor arra kérném a képviselőasszonyt, hogyha van alternatív határozati javaslata, akkor azt terjessze be, arról kérdezik, és azt követően, ha azt elfogadjuk, akkor nem megyünk tovább. Ha nem fogadjuk el, akkor pedig az általam egyik javaslat, ami egy 20.000 fontos jelképes díj, és azt feltenem 1.000 fontos tiszteletdíjat, tesz lehetőséget a képviselőknek, amennyiben a testetüléssel megjönnek, akkor az pedig marad. Mi az alternatív javaslat? Ez, amit mondtam, hogy legyen egy 20.000 forint jelképes, szankciók, büntetések, igazolások nincs nélkül. Akkor mi a határozati javaslat? 20.000 forint. Ennyi. Jó, aki egyetért azzal, hogy 20.000 forintos képviselő tiszteletdíj mellett is lássuk el a feladatot, az készfeladatásra lesz. Jó, köszönöm szépen, akkor ezt nem mentett. Akkor aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, hogy 20.000 forint gyerekképes tiszteletdíj mellett a munkát végző képviselő számára további 40.000 forint tiszteletdíj jár, a vonka, azt kérem készfeladatásra lesz. Köszönöm szépen, kösz 6, igen, 1, nem. Esetleg egy szót szólt neked a kapcsolatban. Bocsánat, igen. Itt az egész abból indult, hogy meg tudunk jelenni, vagy nem tudunk megjelenni. Szerintem én most már egy éve képviselőként azt vettem észre, hogy mindig ugalmasan vagyok ezzel. Igen. Tehát amikor szó volt arról, hogy szerintem pénteken összegyűlünk, megkérdeztük mindenkit, és ott polgármester megkérdezte mindenkit, hogy jó, nem jó, tudtok jönni, nem tudtok jönni. Tehát nem az volt, hogy most akkor itt lesznek délután 4 órára, hanem mindig az volt, hogy ugalmasan volt kedvelem. Tehát én megértem az ember véleményére, elfogadom, én is dolgozom, más is dolgozik, mindenkinek úgy kell behoztam, hogy végre ott sikerült, de ezért van az a csoport, amit létrehoztak, hogy ott megbeszéljük. Tehát ebből soha nem volt probléma, hogy nem tudom megjelenni. Köszönöm a kiegészítést.
akkor a következő napirendi pont az SMS módosítás. Az SMS-szel kapcsolatban a valójában két jelentős módosítás volt. Azt hiszem, hogy kivételre kerültek a jegyzőkönyv hitelesítői feladatok, amit már múltkor megbeszéltünk, illetve összhangba lett rakva az SMS a költségvetési rendeletünkkel az utalványozás jog gyakorlatában, illetve talán az egyes szám mellékhet került még felülvizsgálatra, hiszen jó néhány olyan pont helyére került most, ami tavaly szeptemberben még nem volt helyén. Az SMS elkészítésében segítségével volt a két alpolgármester természetesen. Semmilyen más módosítás nincs az elmúlthoz képest. Hát mellékletünk, mint a gazdasági program sem lesz melléklet. A mérsorokat a múltkor kivettük, polgármester fogadó órája volt még melléklet, de az is bekerült a szövegbe. Nekem egy ilyen kérdés, mert mivel két alpolgármester lett azért az SMS-ben, ezt kötelező jellegűen kell esetleg többes számmal jelölni, vagy pedig nem tudom. Igen, igen, de én például csak idézek, a polgármester és megbízott a polgármester egyidejű akadályoztatása esetén az ülés összehívására és vezetésére a felelnök jogosult. Ott azért került úgy, hogy nem a polgármesterek, hogy amikor esetleg a polgármester akadályoztatva van, akkor előtte tudja eldönteni, hogy ki lesz a megbízott a polgármester, és esetleg egy másik a polgármester sem érne rá. Úgy szerintem itt jó. Jó, köszönöm. Én azért egy kicsit úgy érzem azt a szemetét, hogy te képviselnek a regulázással egy picit, úgy jövő nekem, hogy is szóljuk a hozzáne, amíg jön elek. Melyik pontot kell nézni? Hát itt a 22-es nézve. Igen. Nem is a során. Nem itt a hozzászólások, a jól, hogy hogyan viselkedjék, olvastam ilyeneket is. Itt a polgármester úrnak a maga a tehát őről nem szólít semmiféle szabályos, hogy kell viselkedni, vagy ilyesmi. Azért a polgármester vezetés úr is. Igen. Természetesen. És itt olyan is láttam, hogy a polgármester menjen éppen akkor annak valami szankcióra mondhatnának. Társadalmi jogszokás van látni a feladatban. Igen. És hogyha én nem vagyok, akkor én képviselnek az alpolgármesterek, és ők is szívhatják az ülés kérdezőt elhangzót. Alapvetően ezek a titteni szabályok eddig is részei voltak az SMS-nek. Nem csak annyi hiányzott, hogy az előző SMS-es képes, tehát hogy jól lett volna feltüntetni, mondjuk a 24. pont, a harmadik bekezdést módosítottuk erre vagy arra, tehát átláthatóbb lett volna egy picit, mert nem ismerik ilyen szempontból az előzőt, hogy akkor egyszerűbb lett volna úgy átnézni. Magát a rendeletet egy ilyen rendszerbe kell szerkeszteni, hogy abban nem tudtam beleírni, mert az adja a pontokat is, a bekezdéseket is mindent, hogy abban nem tudtam beleírni. Ezért kerül elmondás, hogy milyen nagy módosult. De meg lehet tenni, hogy jelenleg a pár is SMS. Megnéztem. És a természetesen, ahogy eddig, ez után sem cél a regulázás, mert az már egy nagyon rossz együttműködés jelentem. Tehát, hogy azt szerintem egy pont dolog. Hát csak egy kis új csarkat van, mert én mondom, hogy most sokat láttam, hogy a képviselők van. Tessék? Hozzá, sokat olvasom itt a képviselők hozzáváson, hogy ilyen. Mert ez egy általános szabály, amit ugye rögzítünk, de volt, talán 2014-ben emlékezhetünk arra, hogy valójában partalan vitát hajlottak egyes esetekben, volt egy 5 órás képső testületülést tartottunk, amikor mindenről beszéltünk egy vita során, csak nem a tárgyról. És ugye jól tudod te is, hogy alapvetően, amikor egy határozat előkészítés van, vagy tájékoztatás van, akkor nem úgy zajlik csetében a képső testületülés, hogy megkaptátok a határozat javaslatot, szavazzunk. Mert kb. Meg kell nézni a többi jegyzőkönyvet, amikor nézzük a jegyzőkönyvét, hiányzik a lakosság tájékoztatása. És mi az elmúlt 10 évben, és ennek része volt a te is, alapvetően az történik, hogy lehet, hogy én sokat beszélek, de azért beszélek sokat, hogy elmondjak mindent az adott testületi előkészítéséről, hogy a
a Pongi Studiónak a Spielbergnek köszönhetően ez eljusson a lakossághoz és megértsék. És az, amikor van egy vita, látsz az elő, nem is vita, mert nem vita, azt, hogy az 1-2-es pontot cseréljük fel. Van egy javaslat, akkor ezt normálisan értjük, volt az egy logikus ér, elfogadjuk. Nem volt szükséges, nem az elfogadásnak felcsés, de most ezen nem állunk le. Ugyanúgy igaz ez a Kriszteleddinnál is, így szépen átbeszéltük, hasz ellenér, kontra, normálisan meg, és megyünk tovább. De ha mondjuk a Kriszteleddinnál az előbb, ha leragadunk, és még fél órát a hülyeségről beszélünk meg, hogy ki mit tud megtenni, meg ki mit adjon, akkor a polgármesternek, mint az ülés levezető elnökének meg kell lennie a szavának, hogy már pedig akkor ezt a vitát lezárni. SMS szerint meg volt a két hozzászólás lehetőség, pipa, megyünk tovább. De azért rettenetesen rossz helyzet lenne, hogyha egy ilyen közösségben, mint a mi településünk közössége, és szerintem egy jó képviselő testülettel ilyen helyzetek lennének. Mert amikor helyzet volt, akkor sem volt ilyen gond. Mert hogy mindig minden meg volt beszélve, át volt beszélve normálisan. És én nagyon remélem, és én biztos vagyok benne, hogy a jövőben is olyan itt lesz. Tehát, hogy fontos, hogy a tájékoztatások teljes körűek legyenek, a képviselőknek, ha van véleményük, igen, mondják el, mert azt is meg kell hallgatni, és ha az egy olyan építő jellegű javaslat, akkor azt el kell fogadni. Mert nem egy embernek a dolga mindig mindent kitalálni, hanem azért vagyunk itt közösen, és azért dolgozunk közösen a településnél. Jó? Csak ennyi megérzés ez. Jó? Köszönöm szépen. Az SMS-szel kapcsolatban esetleg egyéb kérdés észrevétel hozzászólás van? Csak hozzászólásom van, nem, hogy az előbb is említettem. Ezért elég sok szabály van benne, és tényleg ez alatt kell működni, mert ha meg nem tekintjük ezeket alapnak, akkor tényleg szétesik az egész működés. És szerintem nem az a fő szempont, hogy most mindenki azt nézze, hogy 5 percet beszélt a ütés felett, de a határokat, korlátokat, hozzávetésen igyekezünk tartani. Mert akkor teljesen szétesünk, és tényleg nem lehet szerintem ugyanezzel a témához 10-szer ugyanannak a képviselőnek hozzászólni, mert az SMS így szabályoz egyrészt, másrészt meg vajon az oka, mert akkor tényleg azt minden képviselőnek csinálnám minden hozzászólásnál, akkor teljes káosz lenne. Éppen ezért kell felkészülten érkezni, tehát a jó átgondolni, amit meg akarok fogalmazni, vagy javasolni. Én ezt szeretném, hogy mindenki tartsa szem előtt, és akkor tök normálisan fogunk tudni működni, ha nem, akkor meg szétcsöszünk, és akkor tényleg be kell avatkozni a korlátozással. Igen, különben egy olyan nap, egy olyan testrepülés volt, azt tudom, mert az 5 óra van meghatározva az eszemező, hogy 5 óráig lehet ülésezni, tehát most elkezdtük 18 órakor. Amikor szerintem ezt pontosan tudta az azon a napon, amikor 4 óra 57 perc után szavaztunk. Hát igen, mert valaki azután jött haza. Tehát rengeteg időt töltöttünk. Az önmagányát meg voltak. Így van, az nagyon kemény volt. Hát és én soha nem fogom elfelejteni, hogy a Kovács Nagyos tanár úr, akit én nagyon tisztelek, hogy megfogta jövő. Letette, mit tettünk? Ezt ez nekem örökre megmarad. Ahogy a... kaptam is a jelzőt. Ahogy az Albert képviselő is, aki régen polgármester volt, azoknak a testületüléseknek most tényleg volt egy romantikája szerintem, ami jó. Mert hogy a végén mégis egy konstruktív együttműködés alakult ki, bár nem teljes támogatottsággal. De aztán utána mégis abban láttuk, hogy az egy olyan működő, az egy jó működő modell. Én különben a mai napig, amikor visszagondolok 10 évvel ezelőtti időszakra, én nem tudom, hogy honnan volt az, hogy 2 hónap polgármesterség után azt én megpróbáltuk és végvittük valójában nagyon kevés tapasztalattal, de legalább volt egy irány és egy elképzelés, ami már beváltotta volna. Az SMS-re kapcsolatban akkor, amennyiben nincs további kérdés, és az itt látott rendelet elfogja a tisztelt képviselő testület, akkor azt kérem készletartásra jelezni. Köszönöm szépen, akkor az 6. Igen, egy tartózkodás, és egy tartózkodás. Jó, hát igen, és egy tartózkodás, nem az eszem a szállapodás. Most átadom ki, kérdő asszonynak a szót. A következő napkirányi pont a település rendezési eszközök részlegek módosításának záró véleményezésre való átküldése. A szeptember 23-án a testület
már döntött a rész következő módosításáról, az 55/24-es határozattal. Ehhez elkészültek a dokumentációk, a rendelettervezet. Ezt még a rendelet elfogadása előtt el kell küldeni az állami főépítészhez záró véleményezésre, és utána majd lesz egy rendelet, amivel magát a helyépítési szabályzatot fogjuk módosítani. Itt a döntésnek a legnagyobb indoka a sarokterkeknél az előkert módosítása, mert eddig egy sarokterkünk egy két előkert volt, és mindenhol meg kellett volna felelni a feltételeknek, de most már figyelembe lesz véve a hézbe, hogyha egy sarokterk van, akkor csak az egyik oldalán legyen előkert, a másik oldalon 0 és 1 méter közötti legyen, így az új telkek a Törökvés utcában a beépíthetőségük. Hát akkor 1 méter, ugye? Már ott nincs. Sarok. Igen, ezzel kapcsolatban az esetleg bármilyen további kérdés. Ha nincs, akkor elolvastam a tervező úr által megküldött a tervezeti javaslatot. Ugye ő készítette a véleményezést a szakaszfejtésen, az abban lévő helyesolási hibákkal, és a mértékegység, mert hiányosságokkal, és pérhetetlen van. Akkor olvashatom a tervezeti javaslatot? A Sepin község önkormányzatán a képső testet az előkerjesztés szerint itt elfogadja a település rendezési eszközeinek részleges módosítására vonatkozóan bemutatott tervanyagot, a dokumentum végső szakmai véleményezésre való megküldésére az állami főépítész felé egyetért. Egyúttal nyilatkozzuk az egyes tervek, illetve a programok környezeti vizsgálatáról szóló 2015-15 kormányrendelet szerinti környezeti értékelési dokumentációban szereplő módosításokhoz nem szükséges. A döntésünket közé vesz. Aki ezt elfogadja, kérem készítettem ezzel. Elállítom, hogy 6 igen, 1 tartózkodás. 1 tartózkodás. Viszmajor pályázatok beadására. Ez nem rendszeres a mi településünk életébe, bár sokkal többet lehetne alkalmazni, mert például az összeomló csapadékvíz árkok, amik a 10-15 év után szinte összeomlanak, azokat úgy szintén be lehet tudni Viszmajorra. És ezekre ráadásul még akkor a helyreállításra is támogatást lehetne kapni, mert alapvetően a karbantartása a csapadékvizelvezető árkoknak még Csepényben még mindig jobb, hiszen begyszerezünk, takarítjuk, tisztítjuk. Ott is soha nem kéne, mert ugye ez elmertek, ahogy a házak előtti járda, ugye a házak előtt jelenlévő csapadékvizelvezető árkok és a lakosságnak a feladata. A 2024. szeptember 13-16-a között elég nagy mennyiségű csapadék hullott a településen is, illetve erős cél is volt. Itt a kastélyon belül beázást tapasztaltunk a jelenlegi emlékszobában, ahol a Horicser kastély régi mutatai vannak. Ezt ugye lefotóztuk, elküldtük, természetesen van biztosítása az épületnek, a biztosítónak is. Majd a biztosító mire kijött, a folt eltűnt, elszáradt, így nincs káresemény, nincs mit beadni. Mi akkor fel, ugye a Viszmajornál az van, hogy ami bekövetkezik a káresemény, azt követően 7-9 nap van arra, hogy ezt jelezzük egy központi területen az RDL 42-n keresztül. Mi ezt jeleztük. Megbecsültük körülbelül, hogy mekkora a helyreállítás várható költsége, hány négyzetmétert érintett, felmentünk a tetőre, úgy, ahogy kell. És ilyenkor, ahogy elindul egy rendszer, egy folyamat, ami azt jelenti, hogy az állam képviselői, amit a Magyar Államkincstár alatt értünk, a kormányhivatal alatt és a katasztrófavédelem alatt,
helyszíni bejárástól, hogy meggyőződjön arról, hogy az a káresemény, ami történt, az egy az a rendkívül időjárások következtében történt, nem azért alakult káresemény, mert elmaradt karbantartások vannak hasonlók, így az ő szakértői véleményük alapján lehet tovább menni, hogy szakértői véleményt szerezzünk be. Ez a felülvizsgálat ez meg volt 2 hete körülbelül, egy pénteki nap. Reggel ott mászkáltunk a kastély tetőn, megnéztük a problémákat, és azt az egyértelmű jelzést kaptuk, ami dokumentáció formát is megérkezett, hogy Viszmajor káresemményként beadható egy pályázat. A pályázat beadásának feltételei vannak, itt szükséges szakértői dokumentáció beszerzése, ajánlat beszerzése, illetve szerződés beszerzése. Ez nem azt jelenti, hogy az itt benyújtott ajánlat az megrendelésnek minősül. Amennyiben a Viszmajor eseményünket jóváhagyja a belügyminisztérium ide vonatkozó osztálya, akkor erről döntést kapunk, azt követően a saját beszerzési szabályzatunk értelmében beszerezzük majd a kívánt építőipari tevékenységet, és a kivitelező kivitelezi. Ezt ugye itt a tetőnek a kismértékű megrongálása, illetve az attika csatornák tették el az illesztésnél, és ugye a probléma az, a képviselők már meg tudták tekinteni a belső csoportunkban, hogy nem csak ez 1-2 fénykép van, hanem alapvetően a tető alá folyt be a víz, és ott látszik, hogy a gerendák, illetve az a belső rész elég erősen vizesedik már, így az a cél, hogy ezen pályázat megnyerése esetén a tetőt olyan szintre tudjuk hozni, hogy a jövőben a következő 8 évben ez még egyszer így módon ne forduljon elő. Ugye hozzá tartozik, hogy maga ez a tető szerkezet, ez a mostani 2019 és 2021 közti kastélyfelújításban nem volt érintett, hiszen ezt 93-94-ben a kastélyfelújító társaság gyakorlatilag fölényleg visszabontotta, és azt követően, hogy teljesen tetőszerkezetet épített. Mivel az eredeti állapot visszaállítására ad lehetőséget a Viszmajor pályázat, így azt is meg lehetett volna kockáztatni, mert azt szerintem már kockázat lett volna, hogy azt mondjuk, hogy az egész tetőt újjá akarjuk építeni. De mindennek van szerintem határa, ez a tető azért még nincs olyan állapotban, hogy a teljes gerendázatot ki kell csinálni, hiszen stabilabbnál, jól megépített tető szerkezetről van szó, de az, hogy itt a palák elengedésénél szakszerű javítás történjen meg, hogy a jövőbeni káresemények megtörténjenek meg, az elégséges lesz ennek a forrásnak az elnyerése. Bízunk abban, hogy ezt a forrást az állam majd biztosítja. A Viszmajoroknál vállalni kell önrészt az önkormányzatok részéről, 10% önrész a minimum, amit vállalni kell. A teljes beruházáshoz kapcsolódó önrész az azt hiszem 1.270.000 forint körül van az beérkezett ajánlat alapján. A testületi határozat részben ezt is magába foglalja, hogy hogy az önrészt is biztosítjuk. Bocsánat, nem belügyminisztériumnak, Dukai Miklós államtitkárnak, közigazgatási minisztériumnak. Röviden ennyi. Igen? Két kérdésem lenne. Az egyik ugye szerepelik előterjesztésben, hogy a biztosító először ugye helyszíni személyt tartott és elutasította a kár megtérítését, hogy miért utasították el. Mert megszakadt a fa. Hivatkoztak, holott ugye egy korábbi testületi ülésen volt róla szó, hogy inkább magasabb biztosítást fizet az önkormányzat azért, hogy védje az ingatlanjait. Tehát, hogyha ilyen nagy összegű kár, mint szerepel itt a káresemény forrás összetétele, tehát 15 milliós kár van, akkor ezt tehát milyen alapon utasítottak vissza, ez az egyik. Jó. A másik, mert megnéztem a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumnak a 2024-es Viszmajor támogatási igényléséről szóló kiadványát, és ott az szerepel a 7-8-as oldalon, 7. oldalon, hogy tehát 70% költség lehet, és akkor ugye 30% önrésze az önkormányzatnak, illetve lehet maximális mértéke akkor 90%
de tehát 90% lehet maximum, hogyha a teljesítő képességét meghaladja. Tehát ezek ilyen alföldi településekre igazak, amelyek nagyon hátrányos helyzetűek. Tehát ezt a 95%-ot emiatt nem értem. Az előszak viszont. A 90% az őrész. De alapvetően vagy a támogatási igény, azt hiszem. Az EBR rendszer határozza meg, én örülök annak, hogy ezek elolvasásra kerülnek. De a hivatalnak van egy olyan szakmai stábja, amit egy edzőasszony vezet, ami ezeket pontosan megvizsgálja, és megvizsgálja a lehetőséget, hogy miért vagyunk jogosultak. Egy alföldi településen azt jelenti, hogy ez hátrányos helyzetű. Az adóerő képesség határozza meg, hogy mi az, amire pályázni lehet. A mi településünk adóerő képessége nem rossz, ilyen 30-40 forint körül van, de azért nem is jó. Vannak olyan települések, akiknek az adóerő képessége 200.000 forint. A adóerőképesség határozza különben azt is meg, hogy a szolidaritási adóval mennyire terhelnek minket az év során, tehát még mennyi pénzt visznek el tőlük az államnak a kiköltözési adóból, és az adóerőképességünk nem túl magas, hiába gondoljuk azt, hogy mégis jó adóbevételénk vannak, mert vannak ennél tényleg rosszabb adó települések is. Így az adóerőképesség meghatározása miatt mi jogosultak vagyunk arra, hogy alacsonyabb önköltség mellett, önrész mellett pályázzunk. Tehát nem szabad beírnunk azt, hogy 30%-ot akarunk adni. Ha majd a döntéshozó azt mondja, hogy nem adom a 10%-ot, keresnem, és hagyjatok egy új testvéri határozatot 20-ról, majd adom. De ilyen nem áll. De a maximális az csak 90%. Igen, hát, lehet. Ezért nem értettem a 95-öt. Ez előzetesen lett beírva. Én gondoltam, hogy ne legyen kiküldve előterjesztés ehhez a ponthoz, már nem tudtam még pontosan semmit, de azért gondoltam, hogy mégis küldjünk ki valamit, és egy hozzávetőleges írjunk be, mert azért ez nagyon bonyolult határozat, és nem gondoltam, hogy ezt így szóban kéne előterjeszteni. Úgyhogy ez a 15 milliós a százalékokat előzetesen írtuk be, és gondoltuk, hogy hát meg lehet. Igen, és a másik, ami a... Egyrészt, igen. Nem kár érte az önkormányzatok 15 millió forint értékben. Innen olvastam. Igen, de nem lehet, nem kár érte, hanem maga a helyreállítás költségét meghározott meg így. És a biztosító esetében pedig körülbelül a biztosító kifizette volna azt az 1 négyzetméternek a javítását. De azért kötünk értelmes biztosításokat, nekem volt erre saját negatív példám, hogy beházott a ház egy nagy esőzést követően, és a biztosító nekünk azért nem fizetett, átázott az egész északi fal hosszába, mert hogy nem az ajtón jött be a víz. Az önkormányzat esetében különben a biztosításokat rendszerint üvegkárokra tudjuk igénybe venni, illetve sajnos előfordult már olyan is, hogy a településen áthaladva autóknál véletlenül a fűnyírás közben egy kő kiverte a szélvédőjét, azt is megtérítik ezek a felelősségbiztosítások, amennyire azok időbejelzések indulnak az önkormányzat számára. Ez pedig egy előkészítő felmérés volt, ugye ezt amikor bejelentettük, még szeptember elején, a káresemény követően néhány napra, akkor ezeket becsüktük meg. Körülbelül ennyi. Esetleg még kérdés ezzel kapcsolatban? Én is sok voltak, azt mondtam, hogy nagyon előszakít értünk, de itt nézem, hogy itt azért itt az a tanulalványozás 2 millió, tehát itt a tetőfelés még olcsóbb, mint az alványzat, de itt azért a kiegészítő. Hát igen. Igen. Ja igen, az ajánlatot odaadtam, akkor még egy számban. Ugye ezt most fogjuk még beadni. Igen, ugye ezt kint volt szakértő, megnézte, és alapvetően nem tudsz más csinálni. Azt követően, amikor az állam dönt arról, hogy ezt a visszmagyobb forrást biztosítja számunkra, akkor ezen sorokra ki tudunk kérni egy beszerzési eljárást, ahogy eddig is kérünk 3-5 cégtől ajánlatot. A képviselők eddig is tettek el a javaslatot, kitöltjük, elküldjük mindent, hogy beárazzák a sorokat, ha keresnek, örülünk. Tehát, hogy ez nem kövövés, hogy ezt a pénzt el kell küldeni, ha nem küldjük el, akkor majd az államnak vissza kell fizetni. Nekünk akkor annyira erősebb, hogy kevesebb lesz az ön részünk is természetesen. Nagyon szeretség. Meglátjuk. Jó, kérdés esetleg akkor a viszmányolra kapcsolatban. Elhozott a
Jó, amennyiben megengedik nekem, én nem olvasnám fel ezt a rettentően hosszú határozati javaslatot. Az ajánlatban szereplő összegnek a 10%-át fogjuk biztosítani, ez kevesebb, mint 1.300.000 forint, akkor így fogalmaznám önrészként, és akkor a pályázó benyújtásáról az önkormányzat döntött, a pályázatot beadja azért, hogy a kastély épületének a hosszú távú megoldása biztosítottak. Csak annyit, hogy ha elutasításra kerül, akkor mi lesz? Akkor ez biztosítva, akkor az marad, ami most van, hiszen a tető belül mi lefettük már fóliában, ezáltal a falátrázás az nem fog megtörténni. És jövőre megint beadjuk, és addig beadjuk, amíg nem kapunk rá pénzt. Volt egy nagyon egyszerű példa, 2014-ben a Borgőzse Fendre képviselő úrnak köszönhetően nem lett döntés az utolsó testületi ülésen arról, hogy az iskola összeveti focipályájánál lévő támfal megépítése megtörténjen az akkor feltétnek nevezett vállalkozó által. És ugye ezt követően egy rendes versenyt folytattunk le, aminek eredményéről későbbiekben tájékoztatom a tisztelt képviselő testület tagokat a kamera nélkül. Jó, de hogy ez a kék visz majdunk volt. Illetve egy volt a kastély baloldali szárnyának a teteje, az a lapos tető, ahol régen medence volt. Na most az olyan állapotban volt, hogy még akartuk volna sejtetni a medence, mert mindig beázott. És ugye annak a szigetelése már megtörtént, mielőtt a kastély felújítására pénzt nyertünk. És akkor is már az Attika csatornáknak a felújítása is történt abban a részben is. Akkor az 2017-ben volt, és 5 millió forint összegű pályázati pénzt nyertünk akkor, egy ennél lényegesen kisebb feladat végrehajtásában kellett hozni. Jó. Akkor, hogyha a határozati javaslatot az által említett felvételekre elfogadjuk, kérem készfeltartásáért. Megértem, hogy 7, igen. Köszönöm szépen. Jó. Következő szép fogad. Képviselőtestület szépkorúak támogatása. Az önkormányzat abból tud gazdálkodni, amit adó formájában veszed. Jelenleg nekünk két adó bevételünk van, az egyik az iparőzési adó, a másik az úgynevezett kommunális adó. A bevételeinkből többnyire szociális támogatásokat fizetünk, illetve a településen lévő fejlesztéseket valósítjuk meg, nem arra használjuk az adó bevételeinket, hogy a fizetéseket osszunk ki, lehet, hogy feléjük. Látva az anyagi lehetőségek változását és a területfejlesztéssel kapcsolatos módosítást, ami az iparőzési adóra is hatással van, eddig a szépkorúaknak adtuk gyakorlatilag ezt a támogatást, de mindig szociális alapú döntés volt, hogy segítsük őket. Már odaértünk, hogy mi is egyre idősebbek vagyunk, és egyre közelebb kerülünk a 65 éves korhoz. Míg 10-15 évvel ezelőtt sok olyan állampolgár élt Csepényben is, sajnos az idő múlásával ők elmentek már, nem is részük, ahol például az asszonyoknak nem volt munkahelyük, hanem ők otthon voltak és kiszolgálták a férjüket, aki a bányában vagy mezőgazdaságban dolgozott, ezért az ő nyugdíjuk a mindenkori minimál nyugdíj lett. Ami most azt hiszem 34.000 forint körül van. De ma már az iparosodás miatt, illetve az emberek, ahogy mindenki dolgozott, oda jutottunk, hogy ezek a nyugdíjak már nem felelhetőek szerintem a 80 év alatt is már nagyon kevés esetben, hiszen már mindenki normális feltételekkel tudott nyugdíjba menni, így a ilyen módon szociális támogatás inkább azoknak van arra szükség, ahol esetleg még fennáll az, hogy alacsony a jövedelmi szintjük. Ezért megvizsgáltattam azt, a település korfáját, hogy mennyi 65 éves él a településen, mennyi 70 éves, 75 és 80 éves, bocsánat, 75. De a 70 is. És itt lehet még mindig az, hogy szociális alapon talán még mindig egy kicsit alacsonyabbak a nyugdíjak, mint mondjuk egy 65 éves, vagy egy 70 éves személy esetén, vagy egy 75 év feletti. Ezért én, mivel mindenképpen szeretném
és eddig is igyekeztünk támogatni az időseket, hiszen idős napot is rendeztünk. Holnap után ugye mindenképp sok kapott meghívót is a 20 éves a nyugdíjas klub csetében rendezvényére, azt is segítjük, támogatjuk, hogy én arra azon a javaslattal érnék, hogy igen, gazdasági megfontolásból, de szociális érzékenységet is mutatva a 75 év feletti, tehát ne eltöröljük természetesen, hanem 75 év felettiek számára biztosítson csomagot. Aki eddig még nem volt velünk, azoknak mondom, hogy alapvetően ezeknek az eszközöknek a beszerzését azt az önkormányzati gazdasági társadalom keresztül tesszük meg, aminek az az oka, hogy ők lényegesen olcsóban tudnak vásárolni. És ugye, ahogy eddig is volt, mindig kivittük a lakosság számára és átadtuk ezeket a csomagokat. Ez régen úgy volt, hogy a Csetényi ABC-ben lehetett elkölteni, ami ugye lényegesen kisebb kosarat jelentett, hiszen más ár van. Én kérdezném azt, hogy ezzel kapcsolatban esetleg van-e bármilyen módosító vagy észrevétel, és ugye másik, hogy maga a csomag összerakásánál mindig olyan tételeket választunk, amit tényleg az idősebbek is akár fogyasztani könnyebben tudnak, nem romlandó termékek vannak benne, és hogyha valakit vendégül látnak, azért valamit elő is tudnak lenni. Kb. Kérdés esetben? Hát nem tudom, nekem azért, de nem is azt mondom, hogy diszkrimináció, azt mondom, hogy talán nem igazságos annyira, mert ugye a nyugdíjasok azért mindenki egy idő után a magyar államot áll neki nyugdíjas, és ugye abban is azért a logika valamennyire, amit mondasz, hogy tényleg ott kevesebb a nyugdíj, de én inkább azt mondom, hogy ott vagyunk kevesebbet, de én ezt nem tartom. Bár ez nem volt bent az utolsó érve, és nem volt bent ebbe a előfélesztésbe, abban azért valami szinte előtt igazad, de nem tudom, én azért azt javaslom, hogy találjunk ki valami olyasmit, ami nem lehet előre. Tehát nem jó szájézre fog bejönni ezt. Én is egyetértek, illetve, tehát hogy eddig 65 év felettieknek adtunk, most 75 az túl nagy, ez a 10 év változás. Akkor legyen egy kompromisszum, és akkor 70 felett. Ha megnézzük a matekot, az 230 fölött írt el 70 felett, a 150 fölött pedig ugye 75 év felett, tehát ez plusz 80 fölött. Ha kiszámoljuk ugye 150 fölre ezt a 6000 forintot, az 900 ezer forint. Ha elosztjuk 230 fölre, akkor 4000 forint. Tehát akkor legyen egy 4000 forintos csomag, és adjunk 230 darabot. A 70 fölött. Értem. Egy van, amit vegyünk figyelembe, és nem a 70, nem vagyok a 70 ellen. Részem, hogy pipa 70. De a 6-ot azért nem csökkenteném, mert hogy pont azokra sújtjuk, amikor elveszünk a 70-esek javára, akinél még valójában tényleg szükséges. Akkor 5000. De minden, nem sem mondom, jövő jobb szerintem. Akkor 5000 forintot, és akkor 70 év felett. Tehát akkor mégse tehát csökkentettük, mert hivatkozunk erre, de nem 10 év. Azokat megteheti, hogy mindig nullára üti a büdzsét év végére. Itt majd az lehet egy döntés ezzel kapcsolatban, hogy decemberben, hogy ha most itt kiköltekezünk, mert fölösen az elkülönök, akkor nem lesz majd diszkorban bejegyi. Amit megtök szépen, ami ezt minden háztartásra szoktunk kérni, bejegyük. De még változik az egész gazdasági környezet az önkormányzatok körül, tehát decemberre sok minden van. Belefér a gazdálkodásunk az, hogy a 70 éveseknek és 5000 forint értékű csomagot adjunk. Ezzel szerintem nem lesz semmi gond, hiszen alapvetően ugye az igazi szociális támogatások azok mondjuk azon családoknál fontosak, ahol ezt a havi 10.000 forintot adjuk, akinek a mozgásában korlátozott alacsony jövedelemmel rendelkeznek ott például. Vagy a következő
az a gyermeket nevelő támogatás, ott is a szociális alapon kell megszerezni. Bocsánat, egy mérnök családban, ahol van bruttó 1 millió forintos fizetés kétszer, adsz 10.000 forintot, nem érdekli, mert nem azon múlik. De ott, ahol az egyfőjétű jövedelem 100.000 forint alatt van, ott az a 10.000 forint nagyon-nagyon sokat ér. Tehát ugye az átülésünk témája megmutatja igazán az egyes családoknak a helyzetét. Tehát ott kell azt mondani, hogy azon nem szabad spórolni. Tehát minden házban legyen meleg. Az biztos. Jó, akkor a módosításról szavazunk, akkor mondom, hogyha jól értem, a módosító javaslat az az, hogy a 70 év felettiek esetében 5000 forintos csomag legyen. Egy visszatérés, módosító, hogy a 70 év felett azt hogy nézzük? Aki ma betöltötte a 70-et, és aki holnap fogja? A rendelet. Látomat, nem? Nem. Hát lehet azt mondhatjuk azt, hogy rendelet is volt, most, hogy aki itt, igen, direkt tettük így, mert akkor majd jön valaki, hogy én november 1-én töltöttem, miért nem várhatok addig? Ugye? Hogyha visszamegyünk, hogy január 1-ét követően, tehát 2024. január 1-ét követően töltötte be a 70 évet, az jogosult. Ilyet, hogy tudunk beszélni. Az is jó, tehát ma mit szerepel. Igen, csak azért mondom, hogy a módosító javaslatnak akkor az így helyes. Így helyes. 5 évre van. Igen. És akkor, igen, és akkor a 5000 forint értékű javaslat, aki a 1954. január 1 előtt született. Igen. Igen. Jó, akkor aki ezzel egyetért, én készülök a társadalmazza. Köszönöm szépen, igen. Jó. Gyermeket nevelő szülő támogatása. Hosszú időken keresztül nem volt fáziskarkezdési támogatása. Ennek több oka is volt. Ugye tavaly aztán visszakerült, és részben biztosítottuk annak is a lehetőségét a családok számára, hogy ne anyagi, hanem eszköz vásárlást legyen, amit 16-7% igénybe is vett, és nekem jó eső érzés látni, hogy a gyerekek csetényes címeres korábban mennek. És a jövőt illetően is én szeretném azt, hogy alternatívát biztosítsunk a gyermekek számára, ami azt jelenteni, hogy esetleg így van még írva, ugye? Okay. Jó. És abban az esetben pedig, hogyha eszközt, tárgyi eszközt kérnek, akkor az értéke 15.000 forint. Az nem azt jelenti, hogy nekünk annyira kerül. Ugye mi másfajta beszerzési módszerünk van, mint egy családnak, hiszen én nagyban vásárolunk. Azért én az egyfőre jutó jövedelem a szociális vetítési alap 350%-át nem haladja meg, akkor tud igényelni és akkor tud kapni, de a három családos gyermekek esetében alanyi jogon tudjuk biztosítani, de igényelni akkor is kell, tehát az alanyi jog nem jó megfogalmazás, neki a jövedelemkorlát nélkül járna ez a támogatás. Ennek jelenleg nem tudjuk a számát, hogy hány szülő, hány családban van ilyen jövedelem. Értem szerint ez az óvodásokra és az általános iskolásokra és a középiskolában a nappali tagozatosokra vonatkozik. Főiskola egyetemről nem, hiszen ott a Burza Hungarika az, amit mi biztosítunk. Igen. Szerintem majd azért jól elmentek itt a bérletet, akkor egész jó bérletet lehet keresni Magyarországon, akár gyorsan meg tudok erősíteni. Szerintem ez a 99.750 forint per fő, itt azt írjátok, ugye, hogy igen. Jövőzően szerintem most itt nagyon kevés családnak fogok itt állapotást venni, én úgy gondolom. Majd az átüléssel láttuk. Nem tudom, én nem, jól viszont tavaly, hogy nem csináltuk tavaly? Tavaly annyi maradtuk. Igen. És volt olyan, aki nem is jött be, volt, aki keveselte, ez mindig ilyen változó, de valahol nekünk is határt kell húzni. Tehát az biztos, hogy nem fér fel a költségvetésben, hogy 3-4 millió forint ér is, ha kezdési támogatást adjunk. Én különben úgy számolom, hogy ez az, hogy több mint másfél, de inkább 2 millió forintba fog kerülni.
nem tudom, Én is hozzászólni. Hát, ez a jövedelem igazolás is. Egy az, hogy nem jó belenézni más jövedelmébe, tehát ez is megint, hogy kire hárul ez a feladat. Illetve tudjuk, hogy van, aki minimálbérre van bejelentett, aztán mégsem abból él. Tehát ez már megint nem biztos, hogy a valóságot tükrözi. Illetve hát a három gyerekes és több gyerekeseknek ugye alanyi jogon járnak, holott ők kapják a legtöbb támogatást, az adókedvezményt, ingyenes étkezés, stb. Lehet, hogy egy gyerekes sokkal nehezebben boldogul, vagy egy-két gyerekes. Értelmeres volt, tehát alanyi jogon járhatunk mindenkinek, mert diszkrimináljuk. Nekem az lenne a javaslatom, hogy de eddig ugye volt, hogy nem adtunk, tavaly mindenkinek adtunk, tehát itt is valami kompromisszumot hozzunk. A legmegterhelőbb a családoknak az az általános iskola első évfolyama, illetve a középiskola első évfolyama. Akkor veszünk új táskát, új tolltartót, mindenféle tanszert, mert egy másodikas, harmadikas, negyedikesnek még, hogyha vigyáz rá, akkor az használható. Nekem az lenne a javaslatom, hogy adjunk iskola kezdési támogatást az általános iskolás első osztályosoknak. Ez a javaslat, ez a 2025-ös költségvetés tervezés, akkor ez lealakít. De ugye most hülyén néznek ki, ha iskola kezdési támogatást akarunk adni. Ez a másik, hogy ez már ugye augusztusban igen, november lesz, mire. Vagy akkor idén ne adjunk, és akkor megmondjuk, hogy jövőre pedig. Ha kérhetem a tiszteletes testi tagot, nem a tagokat, nem egyszer a családok élete most, azokat szeretnénk támogatni, akik valójában erre rászorulnak. Ezek a családok, ahol ez előfordul, ezeket nevezhetjük rászorulóknak. Oda adhatjuk. Ezen kívül majd az idő előre haladtával látszani fog, hogy hány és hány esetben adunk még zárt ugyan családoknak támogatást. Tehát, hogy mindig támogatunk mindent, ahogy lehet, de én szeretném azt kérni a testvér tagoktól, hogy most ez menjen át, és akkor jövő évtől látszik a telepfejlesztési alap működése. Látszanak kötelezettségeink, igen, előzzük meg, új testület van, új ciklus van, és legyen meg az, hogy akkor augusztusban már kifizetés van, tehát nem novemberben legyen, hanem augusztusban. Ha ezt februárban a költségvetéskor beégetjük, akkor a szervezet erről látjuk kész, és ezt ki tudjuk adni, most pedig ezzel a támogatással, ugye ezt még le kell adminisztrálni, tehát ezt meghirdetjük, bejönnek, jövedelmi igazolást hoznak, még egy kérdés, nem nekem, én nem nézek meg soha semmit, ami ilyen, erre megvan az ügyintéző szervezet, megnézik pipa, és utána lesz próbaruha, ahogy tavaly is volt, hála Isten, és akkor az alapján történik majd meg, hogy ki kéri a pénzt, azt ki tudjuk fizetni december elején, pont jövő. Vagy hogyha a ruhát kérje, akkor december 10-ig meg megérkezik a ruha. Még annyit, hogy itt az első oldalon gyerekenként 2000 forint szerepel, a második oldalon pedig 10 000 vagy 15 000 értékű tárgyal. Akár az a kérdésnek lehet is. Tehát akkor a második oldal. Persze. 10 000 forint készpénzkifizetés. Mert matekoztunk azzal, hogy mi az, ami mondjuk a költségvetés tényleg így jelent. És azért mondtam, hogy azért ez, valójában egy jelentős kifizetés, és tényleg a, ugye ott van a család is, ahol az átérítően bevétel van. Tehát, hogy a bevételek meghatározzák a kiadási lehetőségeinket. Nekünk jövőre a terveknek az értékesítése adhat némi segítséget abban, hogy ebben a nehéz időszakban, amikor nincsenek EU-s források, akkor is tudjunk majd fejleszteni, hiszen az idejében is különben a településen megvalósuló fejlesztések már inkább nemzeti forrásokból valósultak meg, meg egyéb civil kezdeményezésekből, vagy egyháziból, hiszen az egyház volt egy jelentősebb fejlesztés, és sportegyesületnél voltak fejlesztések, az meg még a TAO volt, amiféle nagyon 2018 óta lenyeltünk EU-s pénzt. Ami eddig épült, a településünk az 18-ig lehoztuk. Tehát a TOP Plus az új EU-s ciklusban alapvetően nem épült. Most, és nem akarom elvinni
a fókusz terül, de most van a lehetőség, hogy több önkormányzat, aki kapott TOP pluszt, de nem csinálta meg, azok most fizetik vissza, és akkor meg majd ott állunk a célvonalnál, és kérjük a csapadékvizes projektet. Jó, tehát én szeretném kínálni a testületet, hogy akkor ezt a határozati javaslatot fogadjuk el, és itt vagyunk mindannyian, februári költségvetés tárgyalása során az iskolakezdési támogatást iskolakezdésre juttassuk ki a családoknak, akár differenciáltan, meghallgatva azt a tanácsot, hogy egy megéled a munkahelyeden, a családban, hogy mi mennyire kerül, és akkor az első osztályosoknál kicsit magasabb, a többieknél pedig egy egységes, de túl differenciáltan nem lehet, és akkor így csináljuk jövő évben. Így megfelelő? Jó, elfogadjuk a határozat, most tudok tényleg készülethatásra jelent. Köszönöm szépen. Hat igen. Zsolt. És egy tartózkodás. Jó. Következő. A Lírciárási Önkormányzati Társulási Tanács delegálás. Igen. Ez mi? Oké, ugye önkormányzatunk részt vesz az Lírciárási Társulásban. A társuláson keresztül van a felső ellenőrünk, házi segítségünk, kb. Ez a társulási feladatok egyre jobban szűkülnek. Alapvetően szerintem negyed évente vagy fél évente el szoktunk ülésezni. Ennek az IC társulásnak a pénzügyi bizottságnak az elnöke az eddig én voltam az elmúlt időszakban. És ilyen klasszikusan a polgármestereket szokták delegálni a testületi tagok. Nálunk azért előfordulnak már, hogy nem én voltam, nem akár jegyző, nem osztályt szakolni. Még kettő között. Ha valaki más vállalnál tartott, akkor elvihetni, gondolom. Munkás senki nem adott. Jó, akkor aki elfogadja. Mi kell? Nyugdíjban lesz? Mikor? Már volik a felelősség. Mert nekem lehet, hogy megadjuk az emlét, de ha meghatalmazást adunk a társulás előtt, ha meghatalmazunk a valamit, akkor is tud képviselni, hogy csak le kell adni a meghatalmazást. Szerintem csak tudjuk beírni, mert konkrétan határozat kell nekik. Úgyhogy szerintem ők ezt be is írják majd a társulási meghatalmazásban. Vagyunk mind a kettőt? Úgy inkább. Megyünk mind a kettőt, ennyi vagyja, kész. Jó? Aztán lefüggyek, de azért nem kell sokat. Oké, akkor a határozat az az, hogy a negatív a polgármester delegálja, helyettes akadályoztatása esetén Bognár Borna Bácsban, Marad József Endre képviselő. Elfogadjuk, nem készülethatásra jön. Köszönöm szépen. Hét, igen. Képső testületi munkaterv. A munkaterv elfogadásának oka az a képső tiszteletdíj módosítás volt, hiszen meghatározott a havi testületi ülések, ezért látszik azt, hogy november 6-án elnök úr szikens elnököt, ügyvédi bizottság elnökének az. Mondom, hogy november 6-án ezt még egy testületülés, illetve december 4-én lesz előre láthatólag testületülés, és december 4-én már a közmeghallgatással egy bekötött testületülést fogunk tartani, amit szerintem a hastéban fogunk megszervezni. Ez a munkatervünk. Ennél csak több lehet ülés. November 23-án azt már ugye mondtam, hogy akkor a kastélyon mindenkit várni, ha jól, minden jól megy. Meg szerintem lesz egy még előtte is. Jó, azok rendkívülőek lesznek, hogy gyorsan. Jó, van esetleg ezzel kapcsolatban kérdés észrevételek. Ha nincs, akkor kérem készfeljelentési jelentést. Köszönöm szépen, hogy a terület került. Köszönöm szépen, hogy aktívan részt vettek a mai testületülésen. És akkor most a rendes testületét bezárjuk, és megkezdjük a munkát a zárt ülésen. Köszönöm szépen a részletet, viszontlátásra!